Házasságának kríziseiről beszélt Sebestyén Balázs. Iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről. Balázs közös életük mélypontjairól mesélt. Vikivel 12 éve vannak együtt, megéltek már jót és rosszat egyaránt. A munkahelyükön találkoztak először, és borzasztóan unszimpatikusak voltak egymásnak. Szóval már a kezdet-kezdetén érdekesen indult kapcsolatuk. Munkatársak voltak, és nagyon nem akartak együtt dolgozni. Amikor egymás mellé osztottak minket, tiltakozott, hogy na, ő a Balázsjal biztos nem fog működni. Viki kibírhatatlan és nagy szájú fazonnak tartotta Balást, és Balázsnak is ugyanez volt a véleménye Vikiről. Igaz, ő gondolatban hozzátette, hogy nagyon szép csaj. Mindketten berzenkedtek a közös munka ellen. Ám nem volt mit tenni, egymás mellé osztották be őket. Balázs így mesélt a találkozásukról. A legelső emlékem Vikiről, hogy nagyon szép csaj, nagyon hebrencs és nagyon nagy szájú, és iszonyúan berzenkedett attól, hogy együtt dolgozzunk. Róla mély egy kép a médiában, a beszólogatós, nagyképű, szókimondó csávó képe, jól érzem magam benne, szórakoztat. A műsorvezető elmondása szerint nagyon ellentétes a természetük. Valószínűleg pont ez az, ami vonza őket egymásban, így alkotnak ketten egy egészt. És minden bizonyal ez az oka a sorozatos krízis helyzeteknek is, amelyek házasságukat jellemzik már a kezdetektől. 2009-ben házasodtak össze, akkor született első gyermekük Benet is, a második Noel pedig 2014-ben. Kapcsolatuk első válsága 2009-ben volt, de a gyermek születése átlendítette őket rajta. A második válság Noel születése előtt kezdődött, és teljes három évig tartott. Balás közel állt hozzá, hogy feladja. Ám sokat dolgoztak együtt házasságukon, nem vesznek semmit természetesnek, tudják, hogy mindkettőjüknek tenni kell azért, hogy jól működjön és nem vészel a belefetszölt energia, hiszen mára már remekül kiegészítik egymást. Balázs bevallotta, hogy ma már pont azért érzi jól magát Vikivel, mert nagyon más, mint ő. Viki azért érdekel, mert sok élethelyzetben, sok tulajdonságában nagyon más, mint én, és így pont ketten vagyunk egy egész. Én ösztönös vagyok, neki viszont elképesztő agya van. Hihetetlenül jól lát dolgokat, és érez rá arra, mi fog történni. Mi ketten nagyon jól tudunk együtt haladni, kiegészíteni egymást. Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el feliratkozni, és írd le, mit gondolsz a témáról kommentben.